A Krónikák első könyve 13. rész A szövetség ládáját elhozzák Kiriati Árimból. Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, majd ezt mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha jónak látjátok, és ha Istenünknek az Úrnak úgy tetszik, üzenjük meg otthon maradt testvéreinknek, Izrael egész területén, meg a papoknak és a lévitáknak a legelőkkel ellátott városaikban, hogy gyűjjenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, tetszett ugyanis a dolog az egész népnek. Összegyűjtötte azért Dávid egész Izraelt, az egyiptomi síhortól, egészen a hamádba vezető útig, hogy hozzák el az Isten ládáját, járimból. Felvonult tehát Dávid egész Izraellel együtt, Balába, azaz a Júdában lévő kírjat járimba, hogy elhozzák onnan Istennek, a kerubokon trónoló úrnak a ládáját, akinek a nevét segítségül szokták hívni. Az Isten ládáját, egy új szekéren szállították el Abinádáb házából, Uzzá és Ahjó vezették a szekeret. Dávid és egész Izrael pedig szent járt Isten szín előtt teljes erővel, énekelve, citera, lant, dob, cintányér és harsona kíséretével. Amikor kídón szérűjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az úr haragja Uzzá ellen. Lesújtott rá, mivel kinyújtotta kezét a láda felé, és meghalt ott az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik azt a helyet Pérec Uzzának mint máig. Akkor félni kezdett Dávid az Istentől, és ezt gondolta. Hogy hozathatnám magamhoz az Isten ládáját? Ezért Dávid nem magához vitette a ládát, Dávid városába, hanem elvitette a gáti Óbéd Edom házába. Három hónapig volt az Isten ládája, Óbéd Edom családjánál, az ő házában, és megáldotta az úr Óbéd Edom házanépét és mindenét.